Az ezüst misén az ünnepi szónok dr. Barsi Balázs ferences atya volt. Közreműködtek a karcagi római katolikus plébánia gitáros énekkara. A hálaadó ezüst misén ünnepi beszédet mondott Varga Mihály pénzügyminiszter. 25 évvel ezelőtt, ahogy hallhattuk, egy új ember lépett be a katolikus egyház kötelékébe. Hát ennek már 25 éve, aki akkor született, kedves Zoltán atya, már az is átvette szerencsés esetben a diplomát, és munkába állhatott. Régi új embert köszönhetünk tehát, de nekünk, karcagiak számára mindenképpen új ez a kapcsolat, új ez az ember, plébános atya. És már is beszélhetünk eredményekről, hiszen nincs még egy esztendeje, hogy itt van atya közöttünk, de már is megmozdította a karcagi közéletet. Olyan bált szervezet, ami lehetett volna pusztán katolikus, mégis Zoltán atya úgy gondolta, hogy egy ökumenikus bállal ad lendületet a város működő közéletének. Köszönjük, atya, hiszen érezzük azt, hogy az összefogás, az együttműködés plébánosa kívánsz lenni Karcagon. Az összefogásé és az együttműködésé, hiszen tudja jól Zoltán atya is, közösséget is építünk. Zoltán atyát a jubileum alkalmából a karcagi római katolikus egyházközség nevében Horváth Rémusz, a Homrogdi római katolikus egyházközség képviseletében Radomszky Lászlóné helyettes államtitkár és Molnárné Nagy Mária köszöntötte. A 25 évből 19 évet a mi térségünkbe szolgáltál. Mindig jó érzéssel gondolunk a tartalmas prédikációdra, a misédre, a Betlehem játékra, a keresztútra. Mondhatnám a közösségi programokat, a zarándokot, utat, a bálokat, a koncerteket és a kis kórusodat. Atya, megtanítottál minket egy mondatra. Az élet szép, mert az Isten szeret minket. Kívánom neked, hogy itt, a karcagi egyházközségben és a karcagi polgárokkal élj boldogságban, szeretetben, és a céljaidat teljesüljenek. Zoltán atya, ne felejtsd el, szeretettel várunk, Isten éltessen! Az ezüst mise folytatásaként karcagvárosi önkormányzat nevében Sári Kovács Szilvia alpolgármester köszöntötte a plébánost, majd a Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész által készített bronzszobrot is átadta neki. A jeles alkalomból a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda tanulói is ajándékkal kedveskedtek Verez Zoltán atyának.